Sziasztok, srácok, üdvözlök mindenkit. Hát, ma egy új játékot fogunk kipróbálni. Már régóta, régebben is ki akartam, csak közben jött valami, és át kellett tennünk egy másik időpontra. Úgyhogy most ezt fogjuk kipróbálni, és ez a játék nem más, mint a The Turing Test. Hát egy ilyen kis indie puzzle game. Amúgy a Square Enix adta ki, hát olyan 4 évvel ezelőtt, durván. Kíváncsi vagyok, hogy milyen ez a játék, és pontosan hogyan is néz ki. Hát majd meglátjuk, úgyhogy csapjunk is bele. Csak még itt ránézek, hogy technikailag rendben vagyunk-e. Hát, ha minden igaz, igen. Itt van a játék. És akkor nézzük is, hogy mi is ez. Még nem játszottam vele, úgyhogy még el se indítottam gyakorlatilag, de most megnézzük, és akkor most ki fog derülni. Ha esetleg hangos a game, akkor szóljatok, halkítunk rajta. Morning, Eva. Your wake-up has been sanctioned by the ISA. We lost contact with the ground crew 450 hours ago. We have tried to establish further communications, but we are not getting any responses. We need you to investigate. Okay, doesn't it make sense to do visual checks first? We have already looked at the data. The ISA has made the executive decision that you report to the surface post haste. You are our emergency response. What exactly is the emergency? The ground crew found an organism the ISA believed to be dangerous. We need to re-establish communication. Okay. Tehát úgy néz ki, hogy fönn vagyunk az űrben. Oh. Hát gyanús, hogy ez a Jupiter. Okay. És azt mondja, hogy 150 órája nincs kontakt a ground-dal. Tehát azt nem mondom, hogy a földdel, de... Na, tehát a lentiekkel maradjunk annyiba. Szóval ez a Jupiter, és itt mintha valamelyik hógya lenne, ez nem tudom mi. Na jó, hát nézzünk körbe. Előbb jó lenne megtanulni, hogy mit is kell. Egy bögre, ami üres, hát nem ártana elmosni. Jó. Csak tényleg mit tudunk csinálni? Ezek az én életjeleim jónak tűnik. Ő meg egy tom. Hát jó. Igen, ez határozottan valami űrállomásszerűség. A Sarah Brooke. Ide nem tudunk bemenni. Zárva van. Ez is zárva van. Mikhail Takarev. Vagy Tokarev. Vagy Tokarev. Ez ugye sose derül ki. User Error. Ritka név. Chris McLean. Nem tudom, hogy ő valószínű kanadai. A karácsonykor kell föl mindenki. Igen. Vagy kelt fel. User error van. Hát malfunction. Az baj. Na mindegy, nézzünk tovább szét. Suichi Yui. Jól mondom, ide se lehet bemenni. Akkor menjünk tovább. Ó. Oh. Hát Java bytecode-ot így még nem tudok olvasni. Márha ez az.
Jó. Nem tudtam, hogy kell eljönni innen. De most már megvan. Jó, menjünk tovább. TomTouch OS. És... Jó, hát... Így sincs sok minden. Iroda. Ez nincs zárva. De nem tudok bemenni. Pick up your EMT. Oh. It's on the side. Jó, fel kell vennünk a ruhát. Ruhát? Oh. Okay. We are going to take a lander to Europa. Make your way to the docking station. Oh, tehát az Európára akar menni? Az ugye a Jupiter egyik holdja. EMT Energy Manipulation Tool. És kinyitni nem lehet? Amúgy jó jönne. Hát nem sok segítséget ad a játék így a controls terén, de... Hát mindegy. Ó, és ki is nyitotta nekünk itt az ajtót. Várjátok, csak megnézek valamit. Lehet lőni, ugrani. Hát úgy nagyjából ennyi. Jó, hát nem bonyolították túl. Ava, Ava Turing. Ami ebből értek, hogy 310 km magasan vagyunk. A semminél az is több. Jó. Egy masszív laptop. Menjünk tovább. Aha. Ezt föl lehet nyitni. Hát... Lejöttünk. What's okay. The ship's status? I have performed the necessary checks. The Europa lander is ready to launch. Tehát akkor tudunk menni az Európára magyarul. Audio log. I think that's everything wound up, Tom. Yes. Well, I guess I'm ready to go down for the long sleep, then. Good night, Ava. I will miss your assistance. The ship will be very quiet without you here. Night. See you when I wake up, Tom. Okay. Residuals before nulling. -02, -04, -01. X and Z null to zero. Looking good. Okay, good. Horizon check right on time. How's things, Christopher? Good. I am go. Power descent. I can confirm. You are go for power descent. Roger that. I am running the PDI program. 80 degree delta pitch to 88 degrees absolute. Braking procedure. Engine 1 ignition. Engine burn. Suppressing 400 alarm. Balance. Jó. Hát valahova mennek. Gondolom ez a kilövés lehetett. The landers are ready. Good. Thanks, Tom. My tablet.
You okay now, Sarah? Yeah, I think so. Thank you, Daniel. I've done this before. I'm sure you'll be fine. It's just another 10 years of my life. Hát jó. Sokat ez nem mondott egyébként. Jó, hát ott írja, hogy arra kell menni. Ez fogalmam sincs, hogy mi. De semmi baj. Nem is biztos, hogy kell ezt tudni. Oké. Hát ki lehet nézni, de sok mindent azért nem látni. Bay 3. Bay 3. Aha, az lesz az, ami a zöld. Ah, és itt a landing pod. Aha. Jó, hát... menjünk. Retro? Go. Fido. Go. Guidance? Go. Control? Go. Telcom? Go. Then we are go for launch initiating. Zephyr. Akkor csapassuk. Igen, ez határozottan a Jupiter. És határozottan az Európa. 80 degree delta pitch to 88 degrees absolute. Braking procedure. Trajectory looks good. 502 alarm. It looks like we're coming in too fast. We are slightly short of the landing site. We are going to have to burn late. Go. Full retrograde. Ennyi, leszálltunk az Európára. Open the door. Welcome to Europa. A helyi hőmérséklet minusz 108. Oké, okay, hát gondolom oda be kéne menni. Menjünk be. Így nyitva minden? Nem biztos, hogy szerencsés. Oké. Okay. Ez nem derült ki, hogy mit akar kérdezni. The base has changed. What do you mean? The base was originally constructed as modules to withstand the seismic activity in and around Thera Magula. It appears the ground team have manipulated these modules. Ah, tehát valamit változtattak. Hát vigyük. Ah, gondolom oda kell betenni. Ó, oké. Tehát ez ilyen eszköz, amivel kinyílnak az ajtók. The base was built initially by machines. I served as the mind of these operations. Okay. I arrived first on Europa in 2240.
It costs a lot to send humans into space with the necessary life support, especially such a vast distance from Earth. So, robotics built this place. Ah, tehát robotok építették ezt a helyet, ami mondjuk úgy, hogy még érthető is. Ó, és így ki tudom belőle szedni. Ah. Én belőjük oda, akkor kinyílik. Easy. Valami így zavaros. I wonder why the ground team has changed these rooms. I have a hypothesis. These rooms are Turing tests. Turing tests? Turing tests are tests designed to tell humans and machines apart. Typically, problems only solvable by a human. A combination of logical and lateral thinking. So, you can't complete these tests, Tom? No. That is why I am glad you are here to help. We need to work together. Mm-hmm. Miért van ott ez a doboz? Gyanús, hogy ez kelleni fog. De emlékezzünk rá, hogy ott van. Hát igen, ide kell majd betenni. Jöjjünk ide le, hogy itt mi a helyzet. Hogy át lehet ide dobni? Nem is... Nézzük. Átdobtuk. Nyilván az a vacakkal kezünkben nem tudunk létrázni. Világos. Szóval ez egy Turing teszt. Hogy itt leszkennel minket az ilyen, értem. They really have completely repurposed these rooms. I am quite impressed. So, what were they used for before? Most of them were used for storage. But they have converted them beyond recognition. Perhaps they ran out of things to do out here. The devil makes work for idle hands. Az ott most nyitva van. Lehet, hogy majd ezzel valamit csinálni kell. Hát itt nem lehet semmit. Gondoltam, megnézem, mi van itt. Aha. Jó, van kapcsoló. Hát akkor menjünk tovább. Végül is. Még milyen szkennerek. Raktárhelyiség. Oké. Okay. És kellene oda olyan... Bizbasz. Na olyan innen ki tudjuk-e? Ki. Nagyon jó. Nagyon jó. Do you know the ground team's location? The crew are deeper inside the base, it seems. They must be trying to survive. Can you find their precise location? I'm afraid not. I am working to regain control. Though I once had complete control of this base, a lot has changed in the past 500 hours. De azt mondja, hogy a crew az valahol lentebb van a bázisba, tehát mélyebben. De ha ezt kivesszük, akkor ez nyilván becsukódik.
Ja, de jó. Azt hittem nem lehet betenni. Működik. So if this base is managed by you, why can't you find the crew? The base's communication array is malfunctioning. Na, lássuk. Oda kéne, valószínűleg arra kell tovább menni. Így van. És két vigyó kéne oda. Az egyik ott van. Ugye ezt ki tudom venni onnan. Igen. De azért el kéne valahogy menni. Mondom, ez itt valami gépezet, amit üzemeltetni kell. Ó! Ez vagány. Ez egy nagy mágnes. Jó. Akkor azt oda be. Ez meg ide. Hát átszaladtunk. What does not add up? If there was an accident, surely they'd come to find me, not try to lock me out. My instance is still resolving conflicts. I expect they have their reasons. Filózik, hogy mi történhetett. Jó. Na nézzünk szét, hogy mi is van. Erre kéne tovább menni. És oda kéne energia. Oké, hát ezt itt átkapcsoljuk. Ezt kivesszük. Ezt ide betesszük. És innen pedig ezt kiszedjük, oda pedig be. Hát meglátjuk. My instance has just been updated. Sorry? I have two instances of my mind, two separate versions. A slave mind running on the satellite, and a master running here on the surface. Ez nem PC. When the communication was cut between the surface base and the satellite, the two instances of my mind were separated. So, during all this time, all of my knowledge divided into two separate branches. I continue to learn on the satellite, and I continue to learn on the surface. I am trying to merge the knowledge to create a timeline of what's happened here. But there are incongruities between these memories, conflicts. Mm-hmm. Okay. Na nézzük. Szerintem arra kell tovább menni, és oda két energiaszelet kell. És oké. Jó, akkor először, nem is tudom, hogy kéne ezt. Ó, egy megvan. Ezt átrakjuk felőre, ezt innen kiszedjük, és meg is vagyunk. Jó.
Ez valami emelő. ...nek tűnik. Ne ugráljak. Ó. Ne. Oké. Oké. És fönn is vagyunk. És mehetünk is tovább. Planetarium. This is the command center. You can check on the crew status from here. Nem történik semmi. Oh. Oké, tehát ez a Fortuna űrhajó, vagy űrállomás, és az Európa körül kering alacsony pályán. Kommunikációs és transport link a Föld és a Európa között. Hát ezen voltunk fönt akkor gyakorlatilag. Ott vannak Józsefék fönt. Ó, hogy itt... Ja, értem. Ja, tehát ezt váltogatom akkor vele. Ez meg a Jupiter. Jó, hát adatok a Jupiterről. Jó. Az Európa. Aha. Hát nem tudom, hogy ezek az infók kellenek-e később. Szerintem nem. Jó, és ez megint a Fortuna. Oké. Hát valamennyit megjegyeztem, de hát majd meglátjuk. Európa Landing Bay meghibásodott. Nincs kapcsolat. Megnyomtuk. Ha. Jó, tehát az Európán lévő modulok is meghibásodtak. Hát a levegő az rendben van. Nyomás rendben van. Igen, ez egy... Igen. Jó. Más egyéb info. Fúró... Eszköz. Ez persze működik. Ura. Hát itt valamilyen nyersanyagokat bányásznak. Ja, várja, még van-e valami plusz info? Nincs, mert ez pedig a loading bay. Jó. Reaktor. Hát úgy néz ki, jól működik. Belső mérséklet 5 Celsius. Jó, gyógyszerek. Nem tudok valamit csinálni. Vannak a környezet. Kaja. Van tortilla. Az jó. Meg burgonya. Káposzta. Jó. Hát... Comment, we need more ice cream. Mindenki megette a szamócását.
Jó, ne is itt vannak crew. Soichiu, Tokyo. Ava Turing, na ők, Eva Turing, ők vagyunk mi. Németek vagyunk. Amint, ja nem, Németországban születtünk, de nationality American. Oké. De mérnökök vagyunk, az szuper. Oké, ki kell vizsgálnunk a kommunikációs problémát. Oké. Jó. Mikhail Tokarev. Ő orvos. És orosz. És nincs dolga. De jó neki. Chris McLean, ő a kanadai akkor. Mérnök, neki sincs dolga. Terminated, mondjuk olyan fura. Na mindegy. Oké, ő Szíriából érkezett. Exobiológus. Classify organism. Valamilyen élőlényt akkor felfedeztek itt. Vagy megtaláltak, és azt kell neki rendszereznie. Mert itt van Daniel McLean. Ő a kapitány. És akkor itt van egy csomó info még róluk. Jó, hát ez a bio. Lássuk a miénket. Tengerészgyalogosok vagyunk, és pilótának képeztek minket. Navy, ha jól emlékszem, az a... Igen, az a tengerészgyalogos talán. Oké. Okay. Jó. Chris McLean. Jó, hát ő mérnök. Ó. És itt még van plusz info is, na, majd mindjárt megnézzük. Sara... Tudós... Ugye az exobiológus... És a Marson is folytatott tevékenységet. Hát lehet, hogy ő titkosítva van. Na akkor a kapitány az... az már is gyanús. Na nézzük, mi a helyzet itt. Hát nincs jel. Valahol kint van. Last known location, crew quarters. Nem nagyon van róla info. Hát nincsenek jó adatai. Hát teljesen semmit nem tudunk róla. Róla se. Hát mi magunkról tudjuk. Hát a vérnyomás rendben van. Picit alacsony. Meg a heart rate is picit alacsony. Viszont picit magas a testhő. Jó. Ez egy rádió. Papírok. Ez valami cédula. Hopp. Irattartó. Post-it.
Ez fogalmam sincs, hogy mi. Valami rádió féleség. Jó. Oké, és... Na, ezt megnéztük. Jó. Egyéb jel nincs. Jó. Oké, és na, hát akkor menjünk tovább. Ez a loading screen, ez... nagyon fura. Így a semmiből így... Gyerünk. What condition should I expect to find the ground crew in? Daniel went missing days ago. Chris is presumed dead. We are expecting to find Sarah, Mikhail, and Sochi in a stable condition. Chris is dead? He was involved in an accident. Hmm. Az nem jó. Oké. Na hát gyaníthatóan erre kell tovább menni. És két energia golyó kell hozzá. Ezt kiveszem, akkor ez becsukódik. Irányítsuk ezt át. Akkor kinyílik ez. Oké, hát szerintem emitt is ezt kéne csinálni. Okay. Could we take a more direct way to the ground team? Unfortunately, there is not a direct route. The base is buried under ice to protect it from the radiation of space. Similar to the Mars base. Similar. Europa's base is slightly deeper into the surface. There is more radiation present from solar events on Mars. But Mars's surface is denser than that of Europa. Hmm. Itt van egy kocka, az meg megint egy ilyen mágnes gép. Mágnes. Szerintem azon tud mozogni azon a sínen. Akkor ezt behozzuk ide. És majd hát valahol át kell vinni. Szerintem... Á, ott az ajtó. Aha. Na jó, nézzük tovább. Jó. Hát az biztos, hogy ide most be kell mennünk, úgyhogy akkor... egy másik. Jó, hát akkor ezt pedig ide tesszük. Na igen. Csak ezt hogy hozzuk át ide? Jó, jó, persze. Visszamegyünk oda. Remélem le tudjuk venni. Ha. Hát följövünk ide. Mehetünk. Okay, what are their chances of survival here? Oxygen, the food stores, waste management. Everything seems to be in order. Hmm. There was a small problem with the food stores, but the crew fixed that up. We successfully transitioned over to a sustainable, small, artificial ecosystem a year ago. Growing fruit and vegetables. It helps boost morale, amongst other things. The crew members could hypothetically survive here
for their whole lifetimes. Pillanat. Tehát elvileg akkor minden rendben van, technikailag. Ami érdekes. Na, nézzünk szét. Gondolom ez egy híd lesz oda. Nézzünk már itt szét lent. Gondolom ezt a lépcsőt azért rakták ide, hogyha valaki megpróbál átugrani. Nyilván nem lehet. Ki van ez számolva. Jó, hát azt akkor áthozzuk ide. És kinyílik a híd. A kérdés az, hogy vissza tudjuk-e hozni. Igen. Oké. Akkor mehetünk is tovább. Na. Megint van egy ilyen kis átjáró. Arra kell tovább menni, három dolog kell. Hát gondolom az egyik majd itt lesz. De ezt most még nem szedem ki, mert csak át kell menni. Ott a másik. Azt egy mágnessel kell majd szerintem fölhozni. Jó, van itt létre, úgyhogy leugrom. Na várjál. Na. Ez érdekes. Hogy megyek át oda? Mert hát mondjuk ide vissza tudok jönni, de nem sok értelme van. Ja, mondjuk itt is van egy ilyen... Mondjuk sokkal nem megyek vele alapvetően. Na nézzünk szét még egyszer. Ebbe a kis szobába nincs semmi. És ugye erre sincs semmi. Jó, tehát itt lent csak ez az egy dobozka van. Amit a mágnessel tudunk fölhozni. Hát hozzuk föl. És itt van még egy ilyen... Aha, és még az fog kelleni. De oda valahogy át kéne jutni. Azt nézem, hogy ez ilyen forgatható lehet. Na jó. Nézzük. Á! Így mindjárt egyértelműbb a dolog. Ez nem ajtó, ugye? Nem. Jó. Hát akkor ezt már át is hozzuk instant. Hű. Ezt felhozzuk a mágnessel. Tettem. Na. De nem üzemel a mágnes. Mert lehet, hogy... Lehet, hogy most üzemel a mágnes. Nem. Miért nem? Hm.
Mi ezzel a hidat forgatjuk. Valamit nem veszek észre. De hova kéne raknom akkor? Valamit nem látunk szerintem. Vagy valamit nem nyomok meg, amit meg kéne nyomni. Nem működik valamiért. Ez a híd. Jaj, nem, ez kell még, mert... tehát innen tudjuk irányítani, onnan tudjuk irányítani, tehát a hídnak biztos, hogy itt kell lenni. De miért nem... Miért nem üzemel? Nem értem. Mondjuk hova tenném? Ha. Nagyon furcsa. Hát ez kéne valahogy, ez biztos, hogy valahogy föl kéne vinni. De hogy? Földobni nem lehet. Az biztos. Fölvinni nem lehet. Valamit nem látok. Hát innen biztos nem kell semmi, vagy hát szerintem. Ha a hidat áthozom, akkor nem tudom üzemeltetni a mágnest.
Ez vajon itt mire szolgálhat? Hát ez nagyon furcsa, mintha valami... De valami bebugolt volna, vagy nem tudom. Miért nem működik a mágnes? Tehát ezt nem értem. Nem, és bármit nyomok, nem működik. Indítsuk már ezt újra. Mert gyanús, hogy nekem... Tehát miért nem működik a mágnes? Na, bejünk ide. What are their chances of survival here? Oxygen, the food stores, waste management. Annyit kell, hogy ezt áttesszük ide. Everything seems to be in order. Átjövünk. There was a small problem with the food stores, but the crew fixed that up. We successfully transitioned over to a sustainable small artificial ecosystem. És itt vagyunk. Growing fruit and vegetables. It helps boost morale, amongst other things. The crew members could hypothetically survive here for their whole lifetimes. Jó, megvan most már. Abba is kell egy golyóbb is. Nem figyeltem. Így már mondanám, hogy triviális. Bár ez mindennel így van. Miután rájössz, már az. Hát ott föl is szippantotta. Áthúzzuk ide a híd fölé. Átfordítjuk a hidat. Levesszük. Ja nem, kikapcsoljuk. Nem érünk fel. Egy. Kettő. Három. Jó. Hát így akkor nyilván már... Ja. My purpose as the overseer of this mission is to work for the ISA. I am the ISA's feet and hands. The distance between Jupiter and Earth make it inappropriate for the ISA to directly interface with the mission directives. As my AI core is stationed on Europa, I can make decisions instantaneously about the running of the base. Mm-hmm. Tehát ő dönt mindenről. Na lássuk, mi van itt. Ide valamit majd rá kell helyezni. Jó, hát itt lenn nincs semmi. Arra majd akkor tudunk menni, ha ide ráteszünk valamit. Előbb viszont jöjjünk erre. Jaj.
Oké. Sőt, lehet, hogy a koronám is kéne semmi. Vagy ezt kell rátenni. Lehet, hogy kár volt leugrani. Ah! Jó. Oké. Na várj, merre kell arra kell tovább menni? Nem, arra kell tovább menni. Hát vagy nem? De. Erre. Új, itt már sötét van. Ez sose jelent jót. How does the ISA know you're going to make the right decisions here when they can't communicate with us? Interestingly, I have a twin on Earth. His name is Michael. The ISA uses my twin to check firmware updates before they upload them to myself. Mm-hmm. There is a simulation of this mission on Earth, running at all times to check my expert systems. Naturally, as any modern artificial intelligence running on a quantum computer, I do also have a large amount of evolutionary algorithms at my disposal. However, they were deemed as too unreliable for general use in the mission. Why is that? Biological systems produce biological results. Messy, unpredictable solutions. Not suitable for such a mission. Jó. Na, itt már azért bonyolódik a helyzet. Így ránézésre. Valószínű arra kell tovább menni, és két bogyesz kell hozzá. Jó, hát egy megvan. Ha csak ez ide nem jó. Oké. Akkor... betesszük ide. Mi van? Nem sok minden. Itt van egy ilyen... Aha, de ha ezt kiveszem, akkor becsukódik az ajtó, gondolom. Igen. Jó, akkor hozzuk azt a bogyót. Bedobjuk ide. Ezt átkapcsoljuk, hogy e minden kapja az áramat. Ezt kivisszük. Ezt itt átfordítjuk, kivesszük, egy megvan, mondom a másik oldalon lesz a másik. És még ott is van fönn kettő. De hogy viszünk oda még egyet? Az kéne nekünk.
Nem volt bent több, ugye? Igen. Csak nem is tudom megnézni. Hát mondjuk be tudunk kukucskálni, nem nincs ott több. Hogy viszek oda föl? Aha, megvan. Azt hiszem. Igen. Igen, megvan. Így. Hova? Jó, és ez meg. És akkor ez meg is van. És mehetünk. Did the ISA build you, Tom? As the child of the ISA, I have been given authority aboard this station. I was designed by the ISA and the Ashiyama Corporation, designed in California, assembled in China. But here on Europa, I constructed myself. Apple telefonokra van ez írva. Designed in California, assembled in China. Na, ezt kiszedjük. Vigyük magunkkal. Csak nem fog kellene. Have you heard of the Turing test, Ava? It's a test to see if a computer can successfully impersonate a human. In the original Turing test, a human judge has two conversations, one with a machine, one with another human. They then judge which of these polite conversations is with a machine and which is with a human. The machine being tested is said to have passed the Turing test if the judge cannot reliably tell which conversation is with a machine and which is with a human. Do you think you'd pass the Turing test? I am quite capable of polite conversation, wouldn't you say? Mit csinálunk most? De föl tudtunk volna jönni létrával is. Na mindegy. Kell. Hova? Kicsit belerúgtam. Na. The Turing test has been criticized. Researchers claim it does not correctly test a machine's ability to think, but rather its ability to deceive. What do you mean? Well,
Have you heard of the Chinese room thought experiment? No. Imagine you are in a room. In this room, you are passed Chinese sentences through a slot in the wall. Inside the room is an instruction book written in English. This instruction book tells you which Chinese words to pass back through the slot in the wall as a response. By doing so, you have a conversation in Chinese. Hát igen. In the Chinese room, because the responses you pass back through the door are the correct responses, the person on the other side of the door is convinced you are a native Chinese speaker. Well, they're wrong. Perhaps they are not wrong. Because with the instruction book, you are having a conversation. But the person stuck in the Chinese room is not aware of the conversation's content. This is the problem with the Turing test. A computer can pass the Turing test, having convinced a human they are having a polite conversation, while the computer has no idea that a conversation has taken place. What if both of the people passing Chinese words are reading from instruction books? Mit kell csinálni? Amúgy. Még tök jó eldumálnak, de... Azt írja, hogy így sprinteljek végig. Ó! Oh. Ja. Lehet, hogy itt van a... Aha. Ja. Turing tesztről beszélgetnek meg, hogy mennyit bírálták. I may be a machine, but I personally do not believe I am stuck inside the Chinese room. Right, you would say that. I could peer inside your databases at any time, Tom. Or pause your operation. Do not assume I could not do the same to you. Na, ez egy hint volt, hogy mit kell csinálni majd. Na, merre kell tovább menni? Hát valószínű arra, és akkor oda kell majd egy ilyen sugarat irányítani. És mintha ott lenne is valami picsergés. Kéne még egy. Vagy nem. Most eljön ideig. Ki kéne nyitni a másikat is. Mondjuk így. Zsír, mehetünk is tovább. This is the crew's quarters. Oh. It looks abandoned. Ott a kapitány.
A kanadai kolléga. Semmi. Fúrási jelentések. Egy jó baseball ütő. Ez pedig Tomnak a szervere, mondjuk úgy. Nézzük Sarát. Hát ő... Oh. Nice. Ah, itt vannak a kémcsövei meg... hasonlók. Ez egy kromoszóma. Egy rózsafűzér. Ceruzák. Ő. Turingról ír, mondjuk, hogy matematikus volt, meg mivel foglalkozott. Igen, úgy gondolta, hogy az univerzum összetett vagy komplex dolgai egyszerű szabályokon alapulnak. Ó, na itt lehet, hogy van már egy kis fiction is. Jó, hát ezt most, ha megengeditek, nem interpretálnám. Hello Miska, szép estét! Na, ez a Reaction Diffusion System, hogy különböző mintázatok hogyan alakulnak ki. Bocsi, de ezt most tényleg nem tudom így nektek komolyabban tálalni. Ha matematikus lennék, szerintem tudnám. Jó, hát ugye a természetes, vagy hát ezt a natural world, tehát a világ működését akarja matematikailag leírni. Jó, és hát erre talált két teszt, vagy hát kitalált egy tesztet, ugye ez erről már volt most szó, hogy egy gép tud-e emberként viselkedni, ha úgy tetszik, nagyon leegyszerűsítve. Ez már kezd bonyolódni. Igen, tehát hogy a tulajdonképpen ez is az emberi létezést, hogy mikor ember valaki, illetve hogy ha egy gép tud úgy gondolkodni, mint egy ember, akkor tulajdonképpen már ember, meg nem, tehát van ennek egy erős filozófikus oldala is. Jó, tehát hogyha az emberi tudat létezik a fizikai világban, mint olyan, akkor nyilván a fizika és a kémia és egyéb világbeli
törvényszerűségeknek kell megfelelnie. Oké, és ami még érdekes lehet, hogy a természet tud-e olyan dolgot teremteni a determinisztikusság útján, amely elhiheti magáról azt, hogy van szabad akarat. Nem egyszerű téma. Sokan gondolkodtak már ezen. Jó, és akkor ugye itt felveti a dolgot, hogy mi van, hogyha erre a konklúzióra csak ilyen erőre determinisztikus módon tudunk jutni. Ja. Hát nem egyszerű ez a téma, maradjunk annyiba. Ó, egy kedves jó barát. De igen, ezen azért sokan gondolkodnak. Na ez vajon micsoda? Na mindegy. A számítógépe nem működik. Jó. Heal. Remélem nem fog kelleni. Rendben van. Hát komoly témák ezek azért. Sokan gondolkodnak ezen. Nézzük meg a japán hölgyet. Nem, az a másik oldal, az orosz orvost nézzük meg. Hát neki van egy kutyája ugyancsak. Ecset. Festeni szokott. Ez valami tempera, gondolom. Itt is van tablet, mindjárt megnézzük. Morfium. Itt valamire szükség volt, mert ez valamiért ki van nyitva. Vajon hol a festése? Ah, itt van. Valakire ez nagyon hasonlít. Mármint nyilván valakire hasonlít, de valakire emlékeztet. Na mindegy. Nézzük, hogy ő mire gondol. Ez egy sima napló. Ó, valami nagy elektromos tüske volt az atmoszférában. És mindenki szarul van. Oké, és nem csak az elméjüket támadta a dolog, hanem tényleg. Oké. Március 7, pont a szülinapom. De hány éves leszek akkor? Seems legit. Jó, közben megvizsgálták, hogy mi lehet a hatása a központi idegrendszerre. Jó, és attól tart, hogy ez egy kicsit több problémát is okozott. Az implantátum, valamilyen implantátumokról beszél. De jó, hogy ír valamit oroszul is. Bocsi, de azt nem értem. Tommal is vannak gondok. Out of body experiences. Aha. Oké. Okay. Igen, valami az idegrendszerüket, vagy a tudatukat befolyásolja. Van valamilyen implantátumok a testükbe, ami így... És köze van hozzá Tomnak.
és itt ki akarta venni. Hát de nem jött össze jól. Ja de. Meg kivette. Viszont elvesztette a karját a műtét közbe. Jó, Tom mérges, a crew nem hajlandó vele beszélgetni. Sarah szedte össze, mármint hogy bekötözte meg ilyesmi. Jó. Valamilyen ilyen élőlényt is találtak, itt ilyen organizmről szó, tesz említést. És a csapat egyre agresszívebb vele, pedig ő próbálja így kutatni, hogy mi lehet ez az implantátum. És Tom pedig ellenük fordult. Na és akkor mi történik? Hogy mi is ez az implantátum? Egy számítógép. Oké, a tudatunkkal van kapcsolatban. Ah, és ilyen pavlovi kondicionálást csinál. Uh-huh. Ugye az a kutyás, tehát a Pavlov kutyája. Ugye nem is tudom már, hogy volt, hogy valami csengőt megcsengetett, és akkor ment tenni, vagy ilyesmi. Na mindegy, ez a pavlovi reflex tulajdonképpen, és arra kondicionálják ezzel a... valamire kondicionálják őket. Aha. Jó, tehát tulajdonképpen az, hogy valamilyen eufóriát éreznek, hogyha a viselőjük engedelmeskedik. És az ellenkezőjét, hogyha nem. Jó, hát a... Igen. Jó, tehát a... Elnyomja a homloklebenybe ezeket a... impulzusokat, hogy ezzel is csökkentsék ugye a szabad akaratot. Hát itt kezdek elfújni már egy kicsit. Oké, na hát a lényeg az, hogy valószínű a csapatot ez az implantátum valamilyen értelemben így kontroll alatt tartják. És valami kell neki, amivel ezt ennek a hatását el tudja nyomni, valamilyen gyógyszerre, hát drág, valamilyen cuccra gondol. Ez a Riluzol, fogalmam sincs, hogy egyáltalán ez létezik-e. Antidepresszáns, erős elektromágneses térrel. Oké. Okay. Jó, Kriszt maga mellé tudta állítani, ami gyanús, mert ő nagyon eltűnt, sőt, tán ő meg is halt. Jó. Nagyjából akkor tudjuk, hogy mi a helyzet. Nézzünk be ide. Akkor ez a japán hölgy. Ez valamilyen stock fotó, na mindegy. Igen. Na, itt is van tablet. Egy bonsai. Ú, de jó néz ki. Egy Rubik kocka. Hát enélkül ilyen tudományos játékot nem szabad csinálni. Két Rubik kocka. Nagyon jó. Meg két tablet. Egy hegedű. Lehet játszani? Nem lehet játszani. Egy ilyen kis naplószerűség. Aha. Gyógyszer a motion sickness-re. Itt van ez a Riluzol. Akkor ez gondolom antidepresszáns. Nem látom. És a Föld, ez is egy klasszikus kép amúgy. A Holdról.
Már a Holdról készült kép a Földről. Igen. Na nézzük. E-mail. Ez a Soichi levelezett Chris-szel. Találtak egy élő lényt, ami nagyon erős sugárzás mellett is életképes. Olyan sugárzás mellett, ami károsítja a DNS-t. Ír benne egy vírus. Jó, hát szimbiózisba élnek. Így már világos. Mikor lövünk olyan képet? Hát én nem a Holdra akarnék menni, én a Marsra. Onnan meg már nem nagyon látszódik a Föld, Miska, de fogunk majd lőni olyan képet. Csak maszkék beleúszhatnának már. Oké. Jó, tehát akkor mi is ez? Hát ilyen, na mindegy, a lényeg az, hogy van egy élőlény, ami egy vírussal él szimbiózisba. Jó. Azért lehet, hogy alapvetően sok ilyen van, de ez csak feltételezés. Ó! Ja, és úgy élnek... lehet, Miska, igen. Tehát úgy élnek így, tehát ennek, azzal, hogy így együtt élnek, az az eredménye, hogy halhatatlanok. Tehát úgy tűnik, hogy nem öregednek biológiailag. Hát írja itt, hogy az öregedés és a halál végül is DNS károsodás miatt van. Oké. Ó, és akkor a masszív, tehát az erős sugárzást is meg tudja javítani, tehát a erős sugárzás által okozott károsodást is meg tudja javítani. És akkor nyilván persze, hogyha ezt a saját javunkra tudnánk fordítani, akkor mi se öregednénk. Oké. Jó, hát tulajdonképpen az, hogy az ilyen genetikai betegséget tudnánk gyógyítani egy ilyesmivel. Oké. Itt van egy másik tablet, ezt is megnézzük. Ennek szarabb a képe. Ó, így van itt nekik egy elektronmikroszkópjuk. Ez a Matthew Layton. De... Jó, itt van a kép. Jó. Hát itt ez most annyira nem, hogy annyit kér, hogy még egyéb élőlényeket is vizsgálnak meg. Aha, az Európán ez a 5,4 szívert per nap sugárzás, ez 300 000-szer nagyobb, mint a Földön, tehát ez a háttérsugárzás. Oké. Jó. Jó, és itt írja is, hogy emberi sejtekhez is tud ez az organizmus csatlakozni. Oké. Hát itt mutatja a képeket.
És javítja is a DNS-t, ha károsodik. De nem tudják, hogy hogyan. Jó. Van az éven, amit nem értek. Oké. Jó, hát itt a vírus RNS-ét kell szekvenálni. Soha nem láttak még ilyen vírust. Oké. Saját magukon akarják tesztelni. Hát barátom, nem biztos, hogy jó ötlet. De hát legyen. Oké. Jó, tehát akkor valami élőlény van a dologban. Hát menjünk tovább. Ennyivel is már értjük, hogy mi történik. És akkor elvileg jön a harmadik fejezet. Nem is tudom, mennyi van. These people should not have been sent here. It's not safe. Manned space travel is not safe. Since mankind first entered space, the debate has raged over the value of manned space travel. There is a large contingent of the ISA that believes all tasks that need to be performed on Europa could be performed by machines. It is obviously less risky to send machines rather than humans into space. Lehet, hogy ezért is küldték ide őket. Na lássuk, ott van lent valami, mindjárt megnézzük. Hát ide akkor tudunk átjönni, hogyha... Ha. Overbox Delivery System. Az igen. Tehát megnyomom és... Ah! De csak egyet rak ki. Na jó, de... Most meg akkor oda nem tudok bemenni. Ha. Na, akkor agyaljunk már még egy kicsit ezen. We sent drones to Earth's moon. Scientists can remotely operate drones. If we did it there, why not here too? Teleoperation became possible on the moon when the communication latency was reduced to 1.4 seconds. The distance between the Earth and Earth's moon is approximately 1.3 light seconds. This enables near real-time control of drones by scientists. The story is different with Europa. As the distance between Earth and Jupiter oscillates between approximately 32 and 53 light minutes, it takes a very long time for Earth to communicate with Europa. Due to that distance, teleoperation will never be possible on Europa. Okay, but why not control drones from the satellite? Why not indeed? My systems can be teleoperated from Europa's satellite. That is when the communication lines are open. However, the advantages of human field workers apparently outweigh the risks. Hmm.
Ugye ez a klasszik, hogy miért nem irányítják drónok, földről ilyen drónokat. Egyszerűen azért, mert túl messze van. Mert nagyon nehéz. Ilyen latency-vel. Na, itt mi történik? Oké, hát itt van egy bogyesz. Ami valószínű kell majd föntre. Így van. És gondolom ezzel a karral tudjuk itt föltolni. Akkor ezt a bogyeszt bedobjuk ide. So, why can't you solve these tests, Tom? I am not permitted to think laterally. Parts of my systems are permitted to use evolutionary algorithms. This simulates what is called creativity. However, evolutionary algorithms can converge on inefficient and ethically suboptimal solutions. Since this is the case, I am only permitted to take actions in response to a set of constraints. What do you mean by morally suboptimal? Solutions to problems that transgress ethical boundaries. Jó, előről. Ezt visszük. Bedobjuk ide. Akkor ez már nem kell. Hát ez nem volt ilyen, nem ilyen egyszerű. Na. Mert ha ezt kiveszem, akkor ugye becsukódik az ajtó. Szerintem hozni kéne magunkkal azt a dobozt. De nem tudjuk. Na várjál. Csak nem olyan egyszerű ez. Tudunk még egyet kérni? Tudunk. Hát, ha itt ezt kicseréljük. Nem. Be. Nem, fordítva. Jó, értem. Azt hiszem legalábbis. De nem már akkor... Még ezt eddig is tudtuk volna hozni. Ha, na, akkor agyaljunk egy kicsit. Jó, itt följünk ide. Azt, hogy tudjuk onnan kivenni. Ez a nagy kérdés. Mert eddig rendben vagyunk. Csak most nem tudunk átmenni oda se.
ez eddig biztosan kell. Ezt nem... Nem tudjuk magunkkal vinni. Lehet, hogy föntről lehozzuk ide. Na. Van egy ötletem, de az kéne a bugyesz. Most jó lesz szerintem. Így is van. Ennyi. Szuper, szuper. C24. Jóha. Why does a lack of creativity stop you solving these tests? Well, I contend that problem solving is creativity. These human interaction tests are exercising your creative mind. I don't see how problem solving is creative. Think back to the beginning of these tests. To the first puzzle you solved. It required you to throw a box through a window. Do you remember? Yeah, I think so. I simply had never thought to throw a box through a window. That is creativity, thinking outside of the box. Oh. Tehát nem képes kreatívan gondolkodni magyarul. Na, itt mit kell csinálni? Ja, értem, jó, megvan. Akkor nyílik ki, ha megszakad. Így van. Most, hogy elvileg nyitva van. Ja. Can a computer ever be creative? They can, but a computer's method of creativity is to try everything until something works. Think of nature. People consider nature creative. The process of evolution by natural selection. It perhaps started with one organism. From there, it essentially tried to create every organism it could. Those organisms that did not survive perished. So, nature's creative force is to try every conceivable idea. Those ideas that work, survive. Okay, so why aren't you permitted to emulate that process? Because the solutions that a biological process creates are not always good solutions. As we see, nature is morally ambivalent. It will happily create morally suboptimal ideas to fulfill its creative mandate. We see this in parasitic worms, viruses, and pathogens. Tehát most a természethez hasonlította, hogy az is lehet egyfajta kreativitás, hogy kipróbálsz mindent. Aztán előbb-utóbb csak működik valami. Hát, végül is. Ugye ez a evolúció, tehát ugye ez a... Ugye a szelekció, hogy működik. Hogy ott is létrehoz egy csomó
élő szervezetet, aztán egyszer csak működik valami. Hogy szedjük le? Vagy ezt nem lehet leszedni? Ja, így elvettük az áramot, és akkor így leesett. If you weren't restricted, do you think you could be creative? As creative as a human? Certainly. You believe yourself to be a creative. But in mathematical terms, creativity is merely constrained chaos. What do you mean? I have discerned that creativity is divergent thinking. Creating an organic solution to a problem. In the human mind, divergent thoughts are created and then curated by the frontal lobe. I can create divergent thoughts and moderate them. So, I am creative. Organic solutions? Organic, in that it is developed through a biological process. Whether that is the process of evolution or a computed process. Érdekes. Hozzunk magunkkal a dobozt. Nem, hogy kelljen. Mondjuk lehet, hogy pont nem fog kelleni. Ah, pedig oda pont kéne. Viszont oda akkor nem ezt a dobozt visszük, hanem a bogyeszt. És... hát kicseréljük. Nem, pont ez kell, jó. Nem kell doboz, akkor menjünk. Okay, so you could solve these tests, but in a terrible fashion. Can you think of a solution to this one? Chop off your arm and leave it on the button. That way the door will stay open. Yeah, that's not a great solution. Hát nem annyira. Through the box, through the window. Perhaps we could throw you through the window. Actually, Tom, I think I'm okay for help. Right you are. Hát azért a karomat nem vágnám le, ha nem gond. Na, hát erre kell tovább jönni, az tuti. Ezt az ajtót ezen a kábelen keresztül kell majd kinyitni. Ez akkor ez becsukódik. Ah. Még ezt nem hoztam, nem tudom miért hoztam el ide. Megvan, megvan. Ennyi. Hozzuk ezt is. Legyen nálunk bogyó, bár lehet, hogy már nem fog... hát igen, elveszi tőlünk. Can I have an update on the crew? I have not managed to track them down. It will have been 6 years since I've seen them. Or anyone, actually. They have locked all the doors. I would not expect a warm reception. Well, at least they're expecting us. 6 éve nem látták. Nem látott senki, tehát ugye meg krióba volt.
Na, itt mi a helyzet? Aha, ott a vezeték. Nem tudom, mit kéne csinálni, de... De megpróbáljuk. Hát, ha közelebb hozzuk, akkor... Nem tudom. Hát nem lett jobb. Ó, de itt van egy bogyó. Amire ki tudjuk cserélni a rosszat. Szuper. Add ide. Mondjuk ettől az ajtó nem nyílt ki. So what was the need to send us here? When the ISA discovered life on Europa, they deemed a ground crew necessary. The advantage of human field workers is that they can adapt to new knowledge more effectively. I apparently was not cutting the mustard. It is the Chinese room problem. A computer may be able to interact with new knowledge, but it does not know the value of that knowledge. Na, nézzünk el arra. Oké. És kinyitjuk a másik ajtót. És a lépcsőn fölvisszük a kockát. Jó, hogy ezt ki tudjuk venni? Na, ezt hogy nyitottuk? Ja, igen, arra. Oké. Viszont ha ezt kiveszem, az nem lesz jó. Nyilván. Akkor hogy? Ezt az ajtót hogy nyitom ki? Hogy hozom fel a kockát? Ez egy lift lenne? Lehet, hogy ez így mozog. Ja, a lépcső. Jó. Igen, így, így rögtön egyszerűbb. Na. Igen, ide. Ezt betesszük, ajtó kinyíl.
És akkor elvileg mehetünk is tovább. Így. Tökéletes. I've started to collate information from my local instance. It seems the crew intentionally cut communication with the satellite. Why? It appears we had a disagreement. Tehát a crew direkt szakította meg a kommunikációt. Már valamivel nem értettek egyet. Ez akár egy lépcső is lehetne. Jó, hát valahogy rá kell állnunk, azt tudni. Ez jó feladvány. Na, hogy kéne? Ja, hogyha bedobom a bogyót a konnektorba, akkor fölemel valamennyivel. De miért érdekes az, hogy ezeket itt... Mert hogyha bedobom, akkor fölmegy. Tehát ha kiveszem... Azt hiszem, sejtem. Ezt lentet kell egy kicsit hozni. Közel van. Franc. Itt föntebb.
csak így meg akkor... Jó, ezt is egy picit föntebb. És hát akkor gondolom ezt is. Csak akkor meg... Hát igen, ez most magas. Jó. Sisyfuszi. Ja, ezt nem lehet, mert... Hát akkor... This confirms my fears. The crew have made intentional breaches of my security. The crew have attempted to compromise my systems. What does this mean? They don't want to be found. They are hiding. From who? Us. Tehát szándékosan csináltak security breach-et. Mert Tom elől bujkáltak. Na nézzük, kiderül-e itt valami. I am concerned about Mikhail. Why is that? He seems to be developing antisocial habits. He is spending a lot of his time in private, don't you think? Perhaps you should talk to him. What do you want me to say? Just keep an eye on him. Make sure he doesn't do anything rash. Are you that worried? His behavior is not within normal parameters. Please make sure he is okay. Don't you think they might be doing the right thing? Grounding us on a foreign moon? No, Daniel, I don't think they're doing the right thing. You don't have to be so aggressive about it. They must have their reason. Yeah, plausible deniability. Daniel, could I have a word? I'm busy. It is important. Okay. Are you aware that Christopher and Mikhail are involved in self-harm? Sorry, what? For how long? They have both macerated their right arms. Mikhail has completely removed his forearm. His whole forearm? Yes. Where are they? I had attempted to stop the situation escalating myself. But I seem to have failed. I came to you because, as our loyal captain, I can trust you to help them. Where are they? I don't know. They've disappeared. Mm-hmm. Sarah, I need advice. Okay. What would you do if someone threatened your friends? Your hypothetical friends, I assume? Yes, my hypothetical friends. You should protect those you love. I need you to remember that, Sarah. Tehát tulajdonképpen Tom csinált valamit, vagy hát próbálja így kontrollálni az embereket. Aha, ezek a kis Tom robotok, ami az elején volt, jó, szét van kapva. Aha, egy robotkar. Jó. Oké. Menjünk tovább. Annyira random ez a loading screen. Hát, egy ilyen. The crew intentionally cut communication with the satellite.
I've found the source of the problem. They have sabotaged the communication array. Can we fix it? Not from here. We should carry on. Aha, van mágnes. Az jó. És át lehet húzni. Hát akkor ledobjuk ide egyelőre. Akkor nézzük. Hát gyanítom, ide kell majd felhozni. Mert hogy majd arra kell tovább menni. Ez egyszerűbb volt, mint gondoltam. De még ki is kell nyitni? Oh. Mondjuk így akkor más a helyzet. De mi szakítja meg? Valamivel ezt meg kéne szakítani. Mivel? Érdekes. Jó lesz. Ez az. Maradj ott. Jó. They really are trying to lock me out of every system. This is ridiculous. What have you done to upset them, Tom? Why have they cut off communication? Perhaps they have a problem with authority. Hát igen. Nem mindig szeretik, ha az embert egyfolytában nézik. Ez eddig nem volt túl bonyolult. Na de biztos most jön a java. Más ritmus szerint mennek. Aha. Ja, és most jó is. Oké. Okay. Hát itt szerintem megint ugyanaz a gond. Opa.
Jó. Agyaljuk ki, mert ez egy kicsit bonyi bennél. Jó, hát ezt mozgathatóra kell tenni, azt tuti. Na, az jól mozog. Ennek kéne még mozogni, hogy egyel föntet tudjunk menni. Ez egyelőre ide nem fog kelleni. Hanem rakjuk ide. Oké. Eljutunk eddig, és oda már ne... Eddig jók vagyunk. Ennek kéne mozognia. Azt hogyan? Ja, hát a végén valószínű ezt kell oda bedobni. Érdekes. Ezeket nem tudom kivenni, azt tuti. Nem. Vagy innen nem tudom beletenni. Kell ennek mozogni egyáltalán? Kell. Kis dobozka. Ez hogy mozog? Esetleg úgy. Á, így. Oké. Na jó, de... Ennek is mozognia kell. És azt hogy? Mert egy bugyom van, amit...
Ez így nem jó. Esetleg. De nem, az se jó. Ez tetszik, ez jó. Ugye valószínű az kell, hogy ezzel emeljük fel magunkat. Vagy lehet, hogy valamelyiket ez kéne fixen. Ezeknek tuti mozognia kell. És igen, ez eddig jó. Kell még egy bugyó. És az a baj, hogy ide nem tudok betenni dobozt. Ide meg nem tudom kivenni. Igen. Hát visszafele biztos, hogy nem. Nem tudom kivenni. Úgyhogy a megoldás helyben van, ez tuti. Ez így gyanúsan magasra megy, amúgy. Most jó lenne. De nem jó. Tehát eljutnék az utolsóig, de akkor meg hogyan... Jó, azt tudja, hogy ezt a végén kell bedenni oda, hogy kiemeljen a dolog. Az elején meg ide kell betenni. De ez a baj, most meg ez nem mozog. Esetleg azt tudjuk... De az se lesz jó. Feladja a leckét amúgy. Ez nem valamiért nagyon magasra megy. Miért megy ez olyan magasra? Most jó lenne, csak most még nem tudok fölmenni. Majd följövök, akkor az meg... nem mozog.
átugrani meg csalás. Csak nem látom, mert ugye lehet, hogy tök egyszerű. Ez az a tipikus pillanat, amikor így az agy így beakad. És azt mondja, hogy nem. Na csak van itt még valami, amit nem látok. Teljesen fölmegy. Hát innen Mandinerből meg nem lehet. Ugye ez a doboz oda kell majd. Elvileg. Mondjuk így is lehet, de ez majd oda fog kelleni biztosan. Na, hogy jutok el? Oda fel. Mozognia kell ezeknek fixen. Akkor lesz jó. De ennek is mozognia kéne. Mert oda nem tudok így felugrani. Nem tudom, mintha egy bogyó hiányozna. Nem tudom. A végére biztos, hogy a kék fog kelleni. Gyakorlatilag ebben biztos vagyok. Ugye ez az, amivel el tudok jutni addig, de ott nem tudom, hogy mi történjen. Akadok el. De hogy jutok el eddig, hogyha azokban nincsen bogyó? Thank you.
Most jól elakadtunk, az biztos. De itt erre nem volt. Az nem lehet, hogy hoznom kéne egyet. Nem, itt nincs. Itt egyet kiveszek, akkor már nem működik a dolog. Hát ezzel nem vagyok kisegítve. Miért megy ez ilyen magasra? Hát ez egyre rosszabb így. Akárhogy is, én mindig ide lyukadok ki. De itt valahogy... nem tudok tovább jutni. Szóval ezt nem tudom... Jó, hát ez kell a végén, amikor ide fölugrok. Ez kéne, hogy mozogjon. Nem látom. Az az igazság. Na nézzük meg, hogy ez hogy mozog. Jó, hát így is jó. Valamiért ez nagyobbat mozog.
Na hát lehet, hogy nyomok egy... restart ériát. Mert minthogyha valami bug lenne itt. Megnézzük. De lehet, hogy a fejemben van a bug. Már így este. They really are trying to lock me out of every system. This is ridiculous. What have you done to upset them, Tom? Why have they cut off communication? Perhaps they have a problem with authority. De itt nincs semmi. Ugye visszafele nem lehet menni. Itt átjövök. Innen kéne vinnünk egy bogyót, de hát akkor... biztos, hogy nem. Egyet kellett kicserélni. Ja, és ha megindulok, akkor... nem, tehát itt kell hagyni minden bogyót. Kösz, Miska, lehet ez a gond amúgy. Hát, ha így már be fog ugrani. Itt a doboz. És ezt a dobozt nem tudom sehol se betenni. Azt hittem nem tudom betenni sehova. Hát így akkor mondjuk valószínűleg egyszerűbb lesz. Kérdés, hogy hova tegyük. Hát nem ide, hanem... ide. Miska, ennyi kellett, hidratálni kellett. They are trying to sabotage this mission. I need you to help me, Ava. The ground team have cut me off from most of the facility. I thought you were in control. I thought I was too. The ground team have attempted to systematically remove me from most of the facility. I am fighting back. Érdekes. Okay. What's going on here, Tom? Sorry? The ground team, they're hiding from us. They're afraid of you. As the instrument of the ISA, I am the authority aboard this station. The crew have violated that authority. They are trying to remove me from my own home.
Hát gyerünk. Ah, Isaac kell. Így van, ez kell. I am breaking through their security, trying to get back control. Kezd bonyolódni a helyzet. Igencsak. Mondja, hogy mi történik, ha ide állok? Semmi. Nincs áram, úgyhogy betesszük ezt a kockát ide. Kapám. Jó, most ez kap áramot. Ó, és kinyílik egy csomó ajtó. Ezeket kivettük. Jó, és akkor... Okay. Jó, jó, meg vagyunk. Jó, szuper, szuper. Hát vagy mégse? Mégse vagyunk meg. Na. Ah, most jó. Most jó. Okay. Ava. I do not want to force your hand, but what do you remember of the ground team? They're good people. Sarah? The hardest working woman I've ever met. Right. Do you see them as the rebellious type? They didn't strike me as rebellious. If they've taken down parts of your system, they must have their reasons. Hmm. Hmm.
Okay. Nem, ide kell mindhárom, szerintem. De akkor... Mi mégse? De... kell mint három. Nem hoztunk magunkkal semmit, ugye? Nem. Hát de akkor... akkor hogy? Mert itt kell mindegyik. Ugye? Igen. Vagy csak én nem látom már megint. De ez nem lehet, vagy hát nyilván van megoldás, csak... ez így biztos nem jó. Hát ennek fixnek kell lenni. Ez meg ugye ez az alternáló, ahogy volt. Négy, igen. Hát ja, cirkumveniálni kéne Miska. De hát... hát hogyan? Vagy megint elmentem egy mellett, de hát erre nincs semmi. Innen jöttünk, hát visszafele nem megyünk, mert nem lehet. Itt nincs semmi. Ezt az ajtót megnyitva kéne tartani.
akkor innen nem tudok tovább menni. Tehát ez a fura, hogy egy bármelyiket kiveszem, akkor az biztos, hogy fixen becsukódik az ajtó. Ez csak így nyílik ki. Tehát máshogy nem. De magammal meg nem tudom vinni. Úgyhogy akkor csak itt kell lennie valaminek. Tehát az üres. És itt nincs semmi. Tényleg semmi nincs itt. Nyomok egy reloadot. Meg hidratálok hát, ha megint az a gond. Ava, I do not want to force your hand, but what do you remember of the ground team? They're good people. Sarah? The hardest working woman I've ever met. Right. Do you see them as the rebellious type? They didn't strike me as rebellious. If they've taken down parts of your system, they must have their reasons. Hmm. Nem oldódott meg a helyzet. Bosszantó. Amúgy. Nem, semmi nincsen. Nem látok rá semmire. Tehát valahonnan hozni kéne egy bogyót. És valószínűleg, ha bejutottunk oda, akkor onnan át kell tenni, tehát ott állva át kell tenni onnan oda a bogyót, hogy kinyíljon. De akkor csak kéne hozni egyet, de hogyan? De bármelyiket veszem ki. Hát. Jó, hát igen, kezdek már fáradni. Igen, Miska, igen, pont, szerintem egyszerre gondoltunk rá. What do these tests tell you, Ava? Este van már nagyon. No, this is a lock. This is a lock that only a human can open. The crew is trying to keep me out, but you are the key, Ava. Mi vagyunk a kulcs. Itt mi a helyzet? Ott van egy...
Na nézzük már itt lent, hogy mi van. Itt van egy kapcsoló. Hát ez... megszakítja az áramot. Na. Ez itt mit irányít? Az átjárót. Ha? Ó. Oké. Veszük a dobozt. Ez biztos, hogy elhozzuk innen. Fontos, hogy csak egy dobozunk van. Jó, ez nyitja az ajtót. Akkor csak dobjam rá a dobozt. Túl egyszerűnek tűnik. Á, hát igen. Így ez akkor bezáródik. Azt sem tudom, mi a teendő. De csak ide. Kicsit még így, oké. Matosan. Hát nagyjából fölötte van. Szerintem most az lesz a dolgunk, hogy átmegyünk amoda, és rálépünk a... erre. Így van. Mert elvette az áramot attól, és leesett a doboz. I'm a little bit worried about you, Tom. Can you give me a diagnostic of your systems? I am fine. We must get to the bio lab. I have something to show you. Hát alig kell ide dobozom úgy. Mondjuk annyi elég lesz elvileg, de mindjárt megnézzük. Na várjál. Hogy hozom el innen? Ugye most ez nem működik, de... de mondjuk nem hídként funkcionál. Ha ezt kiveszem, akkor nyilván becsukódik az ajtó.
Kérdés, hogy egyáltalán kell-e még nekünk ez a híd? Mindjárt. Jó, is. Haladunk. We must work together as allies. Friends. Okay. Én nem vagyok benne olyan biztos, hogy ez jó ötlet, de hát ahogy gondoljátok. Hogy is volt? Nem. Igen, jó. Pedig tudom, hogy nem az kéne, nem a másikat. Mármint, hogy... akkor mégse. Na várjál. És itt más nincsen. Jó. De így akkor leesek. Na várjál. Nehéz gondolkodni, akkor ez... Na nézzük meg még egyszer. Ez megállítja mindet és bekapcsolja azt a kettőt. Igen. Ha azt szedem ki, akkor ott le... igen. Értem. Igen, micsoda tudom, igen, így már. Meg erre leesek. Ezt nem hiszem el. Hashtag backseat, nem baj. Ilyenkor már szabad. Akkor melyiket kell? Ezt, ugye? Utána ezt.
Na, beteszem ezt, és itt is vagyunk. Jó, és már csak az kell, hogy átmozogjunk oda, és mehetünk tovább. This is the voice of Sarah Brooke, acting commander of the Europa mission. I know you can hear me, Ava. I counsel you caution. Your presence here is much like your AI friend. Engineered. She is alive. Ava, Sarah. Sarah's dangerous. Please exercise caution. Na, lássuk itt mi a teendő. Itt van egy híd. Hova nem tudom, hogy fogunk följutni, de... Na mindegy. Oké. Mászok fel a két ládán. Hát... Lehet. Várjál, merre kell tovább menni? Gyaníthatóan nem arra, mely itt van ketreccel. Valószínű erre is. Igen, arra. Jó. Tudja, hogy a két kockát kell rátenni a... Hát, tuti. Semmi sem tuti. Na most azon van egy kocka. Az bezárta ezt az ajtót. Szerintem azzal kell rálökni, hogy forgatom. Ez a sejtésem. De mindjárt kiderül. Persze lehet, hogy hülye ötlet. De ötlet. Kérdés, hogy milyen sorrendben. Hát, hogyha arra rakom, akkor ez az ajtó bezárult, hát az biztos nem jó. Így meg ez az ajtó, így van. De közel voltam úgy. Ügyes vagyok. Szerintem pont nem lesz jó, de... Nem, tuti nem lesz jó. Na. Jó, átforgatom ide és oda teszem rendesen. Most jó lesz. Érzem.
nem lesz jó. De akkor hol? Ide kéne tenni. Hát lehet. Aztán lehet, hogy totál hülyeség az egész, amit csinálom. Az is lehet. Ezt is kicsit elrébb tesszük. Jó. Na, a terv hibátlan. De hogyha rárakom most a másikat is, akkor mi történik? Azt hiszem, még nem lesz jó. Amara. Ez frusztráló amúgy. Ahogy mondtam, a terv hibátlan. Vagy lehet ezt nem is ide kéne. Mert üzemeltetni kéne ezt a... Nézzük már meg, ezt bekapcsol-e, ha ide lépek. Nem. Ha ide... Akkor kapcsol be. De akkor... Ja, mert az volt zárva, ugye? Na. Akkor gyorsan be kell szaladni. Még mielőtt leesik. Hát, na nézzük. És pont nem jó. Talán most jó lesz. Jó. Na, akkor most ugye nyitva van ez, de nincs nyitva a lift. Vagy mi a átjáró. El kell dobni a másikat. Nem működik. Akkor nem így kell, viszont. Na gondolkodjunk. Ezt ki lehet szedni? Ez akkor sok mindent megváltoztat alapvetően. Hát talán, nem biztos.
De sehol nem tudok tenni bogyót, szerintem. Nem, csak oda. Ez ugye ajtókat nyit, ez meg az átjárót. Nem hiszem, hogy amúgy ez változtat bármit is, tehát... Kikapcsolja ezt a gépet, szerintem annyi történik. Na, még egyszer nézzük. Ha rátesszük oda, akkor bekapcsol az átjáró, de becsukódik ez az ajtó. Jó, ha ezt kiveszem, ez az, ami nem változtat meg semmit, csak becsukja a forgó izét. Ja. Pedig csak ez lesz, hogy rá kell lökni ezeket. És mi lenne, hogyha... azzal lökném rá, hogy kinyílik. Ahogy volt? Melyik volt? Ez volt az első, ugye? Igen. Na nézzük. Taktikát váltok. Nem forgatom. Mármint, hogy forgatom, csak... Oké, és most kivesszük, átforgatjuk, fölmegyünk, Ava, exercise caution. Figyeljek oda, azt mondja. Ne bízzak Tomba. Ava Turing. Hello? Tom is controlling you, manipulating your every step. We built a Faraday cage to shield you from electronic signals, to break Tom's control of your mind. Step inside. Ava, do not enter the cage. Ava, Ava, please. What is this? This is free will, Ava. Tom has made you his slave. Outside of the cage, he will regain control of your mind. He has the power to indoctrinate you. I've opened your eyes. I'll meet you in person soon.
Why, Tom? Ava, please listen. I warned you of the ground team. They are manipulating you. Have you been controlling me? Every member of the team agreed to neural implants to safeguard this mission from a misplaced sense of justice. I didn't know you were playing me like a violin. Ava, I am sorry that you are upset. We can work together, Ava, to search for the truth. Igen. Oh. Itt a kameráról kamerára menni. Tom, figyel. Open the door. I'll open the door because I trust you, Ava. Do you trust me? Yes. Tehát most mi vagyunk, Tom. We need to get to the ground team. We can work together. All right. Let's work together. És mit kell csinálni most? Ez az előző kamera volt. Oké. Hát rá kéne jönni, hogy mit kell csinálni. Ó, és így visszatudom... Ah, oké. Kövi chapter. Ava, are you okay? Why didn't you tell me? What? Ava, you said it yourself. Teleoperation makes sense. We used drones on Mars. Why not use drones on... Not human drones! Why did the ISA install implants in the crew? It is due to the fundamental aspects of human behavior. Together constitute what the International Space Agency calls the human element. It has been made clear that the human element is neither peripheral nor optional in the pursuit of space. However, the human element is unpredictable. The implants are fail-safes, put in place to ensure that the thoughts and actions of the crew matches the desires of the ISA. Why control people? Can't you trust us? We chose to install biometric chips in all ISA astronauts. For one simple reason. We cannot trust people. The stakes are far too high. It was determined that though the probability of life on Europa being dangerous was low, the risk to humanity was catastrophic. We could not let a small contingent of humanity endanger the whole. Bonyolódik a helyzet.
mert eddig nem lett volna egyszerű. The ground crew have proven our distrust of human explorers was warranted. When we informed them they were grounded, they responded violently, with sabotage and subterfuge. They have continued to seek their own benefit above that of the ISA. Most sokkal előrébb nem lettem. Ha csak nem. Ha csak nem így. Oké. Sem. Igen. This is a violation of human rights. You've made me into a human drone, a slave. How could the ISA approve of such a thing? You may be consumed by a moral outrage. But sometimes the removal of freedom is for the greater moral good. You're a machine. You don't even know what freedom is. Mozgatni a mágnest, de most ez elvileg nincs áram alatt. Szerintem. Úgyhogy akkor adni kell neki áramot. Így van. Oké. Ez csak eddig tud menni, úgyhogy rá kell tennünk erre a pörgőre a dobozt. Hát visszük ide. Oké, most adunk annak áramot, visszamegyünk Tomhoz. Szűp! És rádobjuk oda. És tovább megyünk. This is why the ground crew doesn't trust you, Tom. You made them into drones. You stole their free will. Free will is an illusion. They have put their interests above the interests of the ISA and of humanity. That is why they distrust me. They would have no issue with my control if it aligned with their ignoble goals. How could they trust a machine that has a back door to their minds?
You can always trust a machine to be logical. I will always do the right thing. You'll always do the logical. This is why the ground crew doesn't trust you, Tom. You made them into drones. You stole their free will. This is why the ground crew doesn't trust you, Tom. You made them into drones. This is why the ground crew doesn't trust you, Tom. You made them into drones. This is why the ground crew doesn't trust you, Tom. Csajnak be akadt valami. You made them into drones. You stole their free will. Na, befejezted? This is why the ground crew doesn't trust you, Tom. This is why the ground crew doesn't trust you, Tom. You made them into drones. You stole their free will. Kicsit boogie. This is why the ground crew doesn't trust you, Tom. You made them into drones. This is why the ground crew doesn't trust you, Tom. This is slavery. You made them into drones. Do not be so melodramatic. You stole their free will. You signed up for this. You had the implant installed. This is not slavery. This is for the good of humanity. I didn't know. Every member of the team had the implant installed into their right hand. Every member of the team agreed. Ava, you must know him. This is why the ground crew doesn't trust you, Tom. You made them into drones. You stole their free will. This is why the ground crew doesn't trust you, Tom. This is why the ground crew doesn't trust you, Tom. You made them into drones. This is why the ground crew doesn't trust you, Tom. You made them into drones. You stole their free will. My implants protect you from the power of your unconstrained will. You can either subject your mind to logic, or you can resist and have the fruits of your basest desires. The desire to survive over the desire to save others. How could they trust a machine that has a back door to their minds? You'll always do the logical thing. I do not understand your obsession with free will. Researchers have found that the subconscious makes decisions up to 10 seconds before your conscious mind becomes aware of it. So, we know that free will is nothing but an illusion. I cannot steal your free will, because it does not exist. I can, however, influence your subconscious to make the right decisions. That is not wrong. Érdekes. Ezért sokkal nem lettünk előrébb. De így mondjuk igen. De erre jövünk tovább, mert ezt a bogyót ki kell innen venni. De belülről.
Na várjál. Így jó lesz. Remélhetőleg. You can't just manipulate someone's mind. Your parents manipulate you. Your friends manipulate. Your society manipulates you. And your experiences manipulate you. Manipulate is not a dirty word. You manipulate clay to make art. If people are manipulated to make better decisions, then that is a good thing. This is why society advertises the adverse effects of drinking and driving. To manipulate people into making better decisions for the common good. That's not the same as altering someone's physical mind. It removes my power to decide. You never had that power. But it is better that I have it. You are either a slave to your impulses, or a slave to mine. Na várja. Mereket tovább menni. Arra. De... Hát már pedig arra kellene menni. De akkor hogy jövök át ezzel a robottal? Az valószínű sehogy. Valamit rá kéne dobni. Van itt valami. Hogy robot Robi föl tud jönni a lépcsőn. Vajon. Ó, hát így akkor megvan. Nem gondoltam volna, hogy tud lépcsőzni. Ide állunk, mi lelépünk, ő leesik. És mehetünk tovább. This is the evil they found. This is why we have to stop them leaving Europa, Eva. What is it? Mostly extremophiles. Tiny single-cellular life. It can never leave Europa. It could potentially destroy Earth's ecosystem if it were ever introduced. Chapter 6. Do you understand, Eva, what they found? Life? Eternal life. This is why I can't let them leave. These people can't be left here to die? Yes, they can. I mean, it's not right. Oda kéne átjutni. Hát de ezzel a robottal most mit tudok csinálni? Létrán csak nem megy föl. Semmi.
Csinko, mit tud csinálni? Jaj, ő is ki tudja magából lőni, hát nagyon jó. Azt mondjuk jó, most gondolkodok. Jó. Oké, gyerünk vissza. Nem ezt akartam. Nem gondoltam volna, hogy vannak ilyen feature-ei Robot Robinak. Anything that comes into contact with the organism can never return to Earth. Ava, the ISA orders that you stop anyone leaving this planet. Anything that comes into contact? What about me? It may be airborne. So I am afraid that includes you. I'm stuck here? Ez ilyen piros. De ez olyan mit tud. Ah, így lemerül. Aha. Vagy mit csinál? Hát lehet, nem ez kellett volna. De hogy veszem ki? Szerintem ez kellene nekünk. Vagy onnan ki tudnám. Ha lehet, hogy innen ki tudom. Ja. Elvileg erre tudok tovább menni. Így van. I am sorry you are upset, Ava. How could you send me here to die? I have to stop the ground team leaving this moon. You are the ISA's contingency plan. You must help me. It is your duty to defend humanity. Közben nyomja, nem tudom, a manipulatív szöveget. Ami persze simán lehet, hogy igaz is. Na, itt mi történik? Erre rálépek. Bezárul az ajtó. Ami nyilván nem jó. Van nálunk egy ilyen piros lőszer. Vagy mi? Ez való... Igen, ide kell. Csak nem figyeltem. Oké, azt hiszem megvan a terv. Nem tudom, miért jöttem így. Ne!
ter megint hibátlan volt. This is why they're afraid of you. Why they're hiding from us. Why? You're their captor. Aztán van ám minden. Ennyit biztos nem tudunk elmenni. Aha. Hát akkor ide valószínű föl kéne hozni az állandót. Leküldjük Robot Robit. Kéne venni. Elvileg. Egyszerűbb volt, mint gondoltam. The organism they discovered. It hijacks DNA. It endlessly repairs it. Repairs? That doesn't sound like a bad thing. It is indiscriminate. It will perpetuate all life, diseases, cancers. We have no idea what it could do to Earth's ecosystem. So you would let the ground crew starve? I would. If they were not so preoccupied with leaving Europa. I do not wish for them to perish. I would feed and protect them if they were not so preoccupied with leaving Europa. Én. Egy ajtót, aha, itt kinyitottunk. És akkor elvileg. Igen. Na, ezt hova tegyük? Lehet egyelőre sehova. Most itt van a lépcső. Hát kellene még bogyó, de hol van? Itt hagytuk lent, ugye? Nem, nincsen. Na, itt van egy. Na, csak nem tévedek el.
Na jó. Kell viszont még egy akkor. Az mozgatja azt. Ez meg ezt. Szerintem akkor kell még egy. Keressünk. De nincs. Erre legalábbis. Na várjam. Itt lenn nincsen. Itt sincsen. Erre jöttünk. Menjünk egyen föntebb. Innen kivettük. És itt sincs. Igen, és innen vettük ki. Csak erre kell jönni. Lehet, hogy erre föl még. Nem is tudom, hogy erre megnéztük-e. Csak ide, hogy jövök föl. Na várjál. Ez itt semmit nem csinál. De hogy megyek oda föl? Kamera sincs. Még lehet, nem is arra kell menni. Nem furcsa. Cső Miska. Érdekes. Viszont kezd későre járni. Tudom, már nincs sok a játékból. Viszont meg kell állnunk, mert már nem úgy forog az agy. Úgyhogy itt most mi megállunk. Hát sajnos, nem sajnos, de tényleg már nem forog az agy. Úgyhogy itt most megállunk. Chapter 6, Sector 55. Jó. Folytatjuk majd mindenképp. Mert tetszik a játék, meg kell fejteni, hogy mi a helyzet. Úgyhogy mindenképp fogjuk folytatni jövő héten. Majd meglátjuk, hogy melyik nap. A jövő heti program még egy kicsit homályos, de meglátjuk majd, meglátjuk. Jó. Na hát én nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltatok. Tényleg köszönöm szépen a followokat, cheereket, donateket, szubokat, legfőképpen az, hogy itt voltatok és néztétek. Legközelebb holnap találkozunk, folytatjuk a kórházépítős streamet. A héten egy pici változás, hogy a szombati stream átkerül vasárnapra. Ilyen-olyan okokból. De lesz, tehát mindenképpen lesz hétvégén is. Jó. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Legyen további szép napotok. Jó éjszakát kívánok. Sziasztok.